Ezzel a speciális mentőautóval biztosítják a koraszülöttek mentését Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az országban elsőként 25 évvel ezelőtt a Nyíregyházi kórházban működött gyermeksürgőségi ellátás és koraszülött mentés. A megyei intézményben 90 éve működik önálló gyermekosztály, kezdetben 4 helyiségben 20 ágyon látták el a gyerekeket. 1968-ban egy teljesen új épületet kapott a részleg. 2015-től pedig már 21. századi modern körülmények között tudják gyógyítani a betegeket. Az elmúlt 90 év alatt szakmailag is nagy utat tett meg a gyermekellátás, hangzott el a tudományos konferencián. Míg 90 évvel ezelőtt 1000 újszülöttből 100 meghalt, mára 1000-ből 4, a csecsemő halandóság visszaszorítása továbbra is kiemelt terület a gyermekgyógyászatban. A szakma szerint probléma, hogy minden tizedik gyermek koraszülött, éretlenül jön a világra rosszabb életkilátással. Nagyon szoros összefüggés van az anyai életkor és a gyermekek esélyei között. Világos, hogy a természet nem azért áldotta meg az anyákat a 20-20 éves korral, hogy ne akkor szüljön. Igenis, ott akkor érdemes, mert akkor a legfrissebb, akkor a legegészségesebb az édesanya. Azért 35 év fölött már tudjuk, hogy a genetikai eltérések gyakorisága is több. Egyszerű adat, a Down-szindróma. A 21-es trisszómia gyakorisága drámaian megemelkedik 35 év fölött. A gyermekgyógyászatban az ellátás szakmai minősége függ a kórházi körülményektől is. A Pólus program lehetővé tette, hogy egy jól felszerelt, korszerűen műszerezett intézményben gyógyuljanak a gyerekek. 17 speciális szakambulancia működik. Dr. Dicső Ferenc 30 éve vezeti az osztályt, azon dolgozik, hogy komplex ellátást tudjanak biztosítani a megyében. Látunk még egy fehér foltot itt ezen a területen, ez a gyermekpszichiátriai ellátás. Indult egy országos, Európai Uniós pályázati program, amihez mi is csatlakoztunk, és nyertünk is ebben az ügyben, és a gyermekpszichiátria fejlődni fog az elkövetkezendő időkben, részben fekvőbetegellátás, részben pedig a járóbetegellátás vonatkozásában is. Mi már készülünk rá, mert szakorvosokat képzünk, pszichológusokat és megfelelő segéd szakápolókat is képzünk ebben a vonatkozásban. A gyermekgyógyászok 2017-es tudományos ülésén több szekcióban tartottak előadásokat, a gyermekkori cukorbetegség kialakulásának okai, a csecsemőkori légúti betegségekről hallhatott a szakma, Kulin László Kossuth Díjas gyermekorvos egyetemi tanárról elnevezett díjakat is átadtak a rendezvényen, amit a régió kórházaiban dolgozó és kiemelkedő munkát végző szakorvosok vettek át.